a szokkatikának rögtön. Hát az Egyesület nevében nagyon szépen megköszönöm a sporthoz hozzáállást. Köszönöm, hogy együtt voltunk ezen a délelőttön, és úgy gondolom, hogy most megérdemeljük a finom ebédet, amit vezetőtársa Vécsei András főzött. Egy nagy tapsot megérdemeljük. Kiemelném a húst, akit ő kaptuk, Hodosi Lajosné Jutka, ahol kaptuk a pékahúst. Nem vagy a kollásos, Isten tartsa meg a szokásos. Én akarkozom az előttem. És akkor második mondatomban mindenkinek megköszönöm, aki valamivel hozzájárult, mert én úgy gondolom, hogy mindenki hozzátett valamit. Tehát én most nem sorolok senkit. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a finom ebéd most elkészült, és akkor fogyasszunk el együtt egészségünkkel. Köszönöm, hogy is köszönjük. De akkor megköszönöm még egyszer a helyet, majd ha Vágó Béci jön neki, a helyet is Bécinek is megköszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk egészségünkre. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kálmán bácsinak is köszönjük, hogy megörökít a dolgokat. Nagyon szívesen. Még sok éven keresztül legyen így. Egy személyt kérlek krumplit adagolni. Juti, Marika, igen. Egy személyt kérlek krumplit adagolni. Légy szíves. Majd azt te adagolunk majd mikor. Marika, krumplit szeret? Ismered?